Eti. Eti. Most a Dánfor. Meg a Budmericki, a Polónak a anyja. Eti, hát azt mondjuk, hogy Eti. A Tiszucki, én egyszerre gondoltam a Tiszucki. Irénkére. Nem a Irénkére. Gizinénire. Tiszucki Gizinénire. Hát igen. Ezek mind, ezek igen tudnak dolgozni. Na aztán még a Eli, meg ezek mind. Itt vittek oda a cigánzenekart, a hegedű is, meg nem tudom ki. Azok azt mondták, hogy olyan énekült, hogy ezek énekültek, nem hallottak ők sem a 20-30 éve, és ezek egy húzomban 2-3 órát énekültek. Nem hagytak a cigányokat pihenni. Igen, mert az egyik után gyűn a másik. Igen, de ezek annyira tudtak dalolni, mert el voltak halljuk a cigányokat. Kik ezek? Maga a cigány mindjárt beleviszi őket abból, hogy énekülhetnek. Körülbelül olyan 5-6 hónapos ésszelrend működött, 14 hónapos korában. No. És ahogy beadta a kezembe, akkor így megfogta a két kezét, és elnyomott maga alatt. Komolyan. Megfogta a nyakamot, és valami megéreztem. Sóhajtott egyet, ide rajtotta a fejecskéjét, és úgy szorította a nyakamot, hogy mindösszesen. Szülte, rakta. 18 éves korukig mind ilyen. Érzi a gyerek, ezek azért van valaminek kell lenni valamilyen erőnek, érzéseknek, amik azok 18 éves korukig mind a összesen gyerekotthonban. Hányan vannak testvérek?